Megtartotta ülését a Humánpolitikai Bizottság április 11-én. A grémium 10 napi rendi pontot tárgyalt, többek között elbírálták a fiatal, szakképzett pályakezdőknek kiírt pályázatokat. Ennek célja egyszeri pénzintézet útján felhasználható, vissza nem térítendő helyi támogatás nyújtása, lakás, családi ház, illetve építési telek vásárlására, vagy lakás, családi ház építésére. A Humánpolitikai Bizottság márciusban kiírt a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történőletelepedésének támogatására szóló pályázatot, aminek a beadási határideje április 5-e volt. 7 pályázat érkezett be, mind a 7 pályázat érvényes volt, ezért a bizottság mind a 7 pályázatot tudta támogatni. A költségvetésben erre 11.250.000 forint van elkülönítve, és az őszi kiírásra még maradt 6 millió forintunk. A grémium véleményezte a Paksi Városi Múzeum igazgatói állására kiírt pályázatot és az önkormányzat által adományozható elismerő címekről, kitüntetésekről szóló rendelet módosítását. Ezen kívül további témákat is megvitattak a bizottság tagjai. A Paksi Kistérségi Szociális Társulásnál a térítési díjak változása, illetve egyes önkormányzati támogatásoknál a jövedelemhatárok emelése. Ide tartozott még a Paksi Gyógyászati Központ, illetve a Városi Múzeum alapító okiratának a módosítása. Erre mindkét esetben telephely megszüntetések miatt volt szükség. A 10 napi rendi pontról egyhangúan határozott a grémium. A most tárgyalt témákról április 19-én Paks képviselőtestülete dönt. A 14 órakor kezdődő ülést a Telepaks élőben közvetíti.